kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Önök az aktuális látják január 20-án, szerdán 19 órakor friss helyi híreinkkel. Már is kezdünk. A buszmegálló áthelyezését tervezi az önkormányzat a Kertész úton. A forgalmas szakaszon jelenleg életveszélyes az átkelés a lakóingatlanok oldalába, a legközelebbi zebra pedig csak nem egy kilométerre van. Ez az állapot az ott élők szerint tarthatatlan. A megálló tehát jelenlegi helyén nem maradhat. Beszámolunk előtt híreink most egy-egy mondatban. Éliséges új év kezdett, még mindig nincs konkrét nyitási forgatókönyv a vendéglátóhelyeken. Jó helyre került a pénz, szerkesztőségünk nem csak a gyűjtésben, az adományozásban is segítette a Rotary Klubot. A cím egyelőre titok, új műsorra jelentkezünk hamarosan. A forgatás megkezdődött. A szállodákban, panziókban csak üzleti célból érkező vendégek szállhatnak meg, a vendéglátó helyeken pedig szünetel a helyben fogyasztás. A járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések már negyedik hónapja érvényesek az idegenforgalomban és a vendéglátásban érdekelt vállalkozások számára. A bértámogatások és a helyi adókönnyítések egy részüket még a felszín felett tartják. Ebédidő a megyeszékhely jó nevű éttermében. A vendégek házhoz vagy munkahelyükre rendelik az ebédet, mint minden hazai étteremből. Az ételfutár már van, a konyha kitakarítva. A nyaraj otthon kampánynak köszönhetően mi egy nagyon erős augusztust csináltunk a szállodákban. Onnantól sajnos Csökkenőben van a forgalmunk, és a decemberünk, januárunk az katasztrofálisra sikerült. Köszönhetően az ágazati bértámogatási programnak meg tudtuk tartani az összes dolgozónkat, és a tervünk az, hogy a jövőben is megtartjuk őket, hiszen a nyitáskor nagy szükségünk lesz a szakképzett erőre. A létesítmény üzemeltetése, a rezsiköltségek és a kapcsolódó kiadások azonban a vendégek kívülmaradásával sem tűntek el. Az évvégi hajrá elmaradása pedig csak fokozta a veszteségeket, amelyeket a farsangi báli szezon elmaradása tovább tetéz. A működési költségeinket jelenlő, jelenleg a tartalékainkból finanszírozzuk. Viszont ez az időszak alkalmas arra, hogy előre mutató beruházásokat csináljunk. Lefettük a parkolónkat, és a tetőzetre egy napelemes rendszert építettünk be, amely a következő húsz évben biztosítani fogja az áramellátásunkat. A tartalékok végesek és vészesen fogynak. Mi úgy terveztük, hogy márciusban nyitnánk, de sajnos az előrejelzések nem ezt mutatják. Hát nagyon bízunk valami kormányzati támogatásban, mert ez hosszú nem lehet így tovább vinni. Veszélyes és szabálytalan is az átkelés a kertészúti busz megállónál. A nagy forgalomban csak óvatosan az autósok fékezését kierőszakolva lehet átmenni az úttesten. Az ígéretek szerint hamarosan a probléma megoldódhat. Helyi járatú autóbusz érkezik a kertészúti busz megállóba. Az itt élők azonban, ha ezen az oldalon szállnak le, nem tudnak biztonságosan átkelni az úttesten. A problémára Barabás László hívta fel a figyelmünket, aki megpróbált átmenni az úton. Látható, hogy ez itt igen veszélyes, pedig sokan kénytelenek ezt megtenni. 2017. augusztusában indítottam el a busz a ügyintézését, azóta három és fél év telt el, Sajnos csak ígérgetést kaptunk eddig napig, semmi nem történt. Itt naponta pici babák, babakocsival, anyukák és a felnőttek is nagyon sokat járnak át a lótesten. Mondhatnám azt, hogy szabáltalanul. Én megmértem ma, 800 métert kellene ahhoz, innen följebb menni szandaszülős irányába, hogy gyalogát kelljen tudjon átkelni a gyalogos, és utána nincs gyalogát járda, és az útesten kellene visszajönni. A délutáni óriási forgalom épp egybeesik a munkából hazatérők ritmusával, így sokaknak jelent ez problémát. Az engedélyes tervei elkészültek az új gyalogátkelőhelynek, sőt egy új buszmegállónak is, mivel nem ezen a helyszínen lesz, ahol a mostani buszmegálló is áll, a hatóságok kérésére egy kicsit a kanyar felé át fogjuk helyezni, ahol oda, ahol megerősíthető jobban a töltés, ahol minden megfelel azoknak az kívánalmaknak, amit az út fenntartója a magyar közút és a szakhatóságok kértek. Ez azt jelenti, hogy elkészül nyilván a zebra, megerősítjük a töltést, a szalakorlátot kicseréljük, új buszmegállót, vagy tehát pontosabban áthelyezzük ezt a mostani buszmegállót. Oda épül egy fellépő is, ahol a zebráról átléphetnek a gyalogosok. Mindez az idei költségvetés függvénye, ami a Covid miatt szűkebbre szabott, mint az előzőekben, tette hozzá a szóvivő. Elkészült a megye és a város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiája, amely hamarosan jóváhagyásra a kormány elé kerül. Erről hétfői szolnoki sajtótájékoztatóján a területért felelős szakminiszter számolt be. Palkovics László egyebek mellett közölte, a most kezdődött évtizedben a megye és a város összesen mintegy 1900 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthat. A megyei stratégia a meglévő értékekre és adottságokra alapozva hat ágazat fejlesztés irányait fogalmazza meg. Az évtizedek óta tapasztalható Dunántúli gazdasági túlsúly leküzdését is célozza Jászláb Szolnok megye gazdaságfejlesztési stratégiája. A meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználásával, a megteremtett értékeinkre alapozva megszabni a térség gazdasági-társadalmi fejlődésének irányait. Nem csak a versenyképességet és a, nem csak az együttműködést szeretném fokozni hanem amellett, hogy Debrecen központtal létrejön egy új kelet-magyarországi gazdasági erőtér, ennek az erőtérnek szeretnénk szerves aktói és szerves részevői lenni. Mivel Szolnok városa és Jásznakún Szolnok megye közelebb van a többi megyétől, Budapesthez, Hajdúbihar és szabolcs szatmár megye, Borsdabóly-Zemplé megye mind messzebb vannak Budapesttől, mint, és a Pest megyétől, mint Jásznakún Szolnok megye és Szolnok, ezért mi szeretnénk ezt a lehetőséget is kihasználni. A stratégiai fejlesztési területek és az azokhoz szükséges források legtöbbje közvetlenül vagy közvetve a mezőgazdasághoz köthető. A komplex agrárfejlesztéseket kiegészítve vízgazdálkodási, öntözési és árvízvédelmi nagyberuházások kezdődhetnek. De kapcsolódó ágazatnak tekinthető a turisztikai szolgáltatások, valamint a közlekedés és iparfejlesztés is. A stratégia kiemelten kezeli a humán ezen belül az oktatás, az egészségügy, a sport, valamint a civil szektor felzárkóztatását az ország nyugati területein már tapasztalható színvonalra. A pontosan milyen fejlesztés lesz hol és mennyiből kérdést azonban még korai feltenni. A következő lépésével most befogadott projektcsomagot a kormány is megtárgyalja és jóváhagyja, valamint az országgyűléstől felhatalmazást kapjon arra, hogy a költségvetés mindenkori teherbíró képességéhez igazítva ennek a programnak a finanszírozását tegye lehetővé a megye szereplői számára ez nem kis feladat. Ez nem csak annyi, mint hogy most egy mondatban elmondtam, hanem ez folyamatos politikai felhatalmazása van szükség ahhoz, hogy 2021 és 2030 között ezt a programot a megye érdekébe végre tudjuk hajtani. A gazdaságfejlesztési stratégia a helyi vállalkozások, döntéshozók, civilek érdekeit és fejlesztési elképzeléseit ötvözve konkrét projekteken keresztül valósulhat meg az évtized végéig. A nagy sikerrel zárult Advent 2020 Rotary Gála során több mint másfél millió forint gyűlt össze. A nézők és a támogatók adományait ma adták át jelképesen a Szolnok Televízió stúdiójában. Kiemelkedően sok adomány gyűlt össze a Rotary Klub szolnok Gála alkalmával. 1 millió forint. A kollégánk Szekeres Sándor ötlete nyomán megvalósult eseményen befolyt összeget ma délelőtt adták át a stúdióban. Szeretném átnyújtani ezt a összeget a számatokra. Köszönjük szépen a Lehetősége. A kedvezményezett, ahogy a korábbi években az adventi forralt bor és teakínálás alkalmával, ezúttal is a liget otthon. álva van a szívemben, és köszönjük szépen ezt a szép összeget, kirándulásokat szeretnénk szervezni, úgy a, a gyengébb képességűeknek, úgy a két lakótonban levő gondozottaknak, és természetesen a kísérők is fognak velük menni. Ebből az összegből két csoportban is megvalósíthatóak programok, ami azért fontos, mert... Így a különböző állapotú és képességű gondozottak számára speciálisabb kirándulásokat tudnak szervezni. Az otthonlakók már nagyon várják ezeket az eseményeket. Szászágyra szeretnék menni, Atyókevére, Balatóföldbe. A Rotary neve egybeforta segítéssel. Az éves programokat azonban a 2020-as járványügyi szigorítások miatt nem tudták megvalósítani. Egy olyan kis közösség vagyunk, akik nem szeretjük azt, hogy... Most szólunk, hogy gyerekek, adjatok be ennyi pénzt, vagy annyi pénzt, és akkor átsétálunk és odaadjuk, hanem valami program keretében próbáljuk ezt a szép vagy hasonló kaliberű adományt összegyűjteni. Az akcióhoz a támogató nézők és cégek mellett a Zentai, valamint a Haberstatti Rotary Klub is csatlakozott adományokkal. Szerkesztőségünk rendszeresen készít jótékonysági műsorokat, ahol tudunk, segítünk. Ezek sorában azonban különleges alkalom volt a 2020. december 13-ai műsor. Rengeteg visszajelzés érkezett, ami egyben dicsérte a televíziós műsort, mint magát a szórakoztató műsort, illetve azt a célt is, amit ugye megcélzott ez a műsor. Itt a Liget otthon lakóiról van szó, ugye őket támogatta a Rotary ezzel az összeggel, és támogattuk mi is. Én azt gondolom, hogy a 2020-as egy olyan év volt, amiben talán szociálisan egy kicsit érzékenyebbé váltak az emberek, és talán ennek is köszönhető ez az ekkora összeg. A Liget úti gondozók és szakemberek már tervezik a programokat, a lakók pedig várják, hogy véget érjenek a korlátozások, és végre közösen kirándulhassanak a szabadban. Ki emlékszik már rájuk, ki ne emlékezne rájuk? Legnagyobb sikerei után 30 évvel jelent meg a szolnoki Ipolit Matvejevics zenekar, első és alig hanem egyetlen nagy lemeze, amiben mindjárt belehallgathatnak. Előtt azonban a folytatásról röviden egy-egy mondatban. A cím egyelőre titok, új műsorra jelentkezünk hamarosan a forgatás megkezdődött. Sokan csatlakoztak a megyében, az idei sas szinkronis a ragadozó madár állomány felmérését szolgálta. Az új évben új műsorokkal bővül televízión kínálata. Ezek közül némelyik még csak a tervezés szakaszában tart, van azonban olyan is, amelynek már elkezdődött a forgatása. Torda Ferenc kollégánk új magazinműsora az utóbbi kategóriába tartozik. Kora délelőtti csend honol a Szolnok televízió társalgójában, a stúdióban azonban már folyik a munka. Az egyik hamarosan induló új magazin műsor felvétele zajlik éppen, melynek szerkesztő műsorvezetője Torda Ferenc. Szeretettel köszöntöm Önöket a Szolnok televízió legújabb műsorában. Az új műsor címe maradjon egyelőre a készítők titka. Azt azonban már most elárulhatjuk, hogy stílusában a korábban igen népszerű más képre fog hasonlítani a több éven át futó riportműsor jól ismert embereket mutatott be civilben. Láthattuk például Nagy Viktor világbajnok vízilabdázót horgászni, Gombos Judit színésznőt lovagolni, Máté György Esperes plébánost pedig főzni. Az új műsorban ugyan kevésbé ismert emberek fognak feltűnni, ám érdekes helyszínekre, izgalmas helyzetekre és egyedi nézőpontra ismét lehet majd számítani. Az első adás forgatási helyszíne nem más volt, mint a Szolnok televízió. Most meg is vagyunk. Indulunk. A műsorvezető a hangfelmondótól a szerkesztői szobákon és a vágókon át szinte minden helyiséget bejárt. A folyosó másik oldalára jövünk, egy 58 méteres folyosón vagyunk egyébként itt a Szolnok Bár évtizedek óta ezzel foglalkozik, a műsorkészítés különböző állomásai a riporter számára is tartogatnak megismerni valót. Megmondom őszintén, mikor bejövök ide, Nikol, akkor itt állandóan csoda dolgokba vagyok benne, de nem el Hogy mi mindent tudott meg Torda Ferenc a televízió működéséről, az kiderül az új műsor első adásából, amelyet január 30-án szombaton este fél héttől láthatnak a nézők. Ki emlékszik már rájuk, ki ne emlékezne rájuk? Legnagyobb sikerei után 30 évvel jelent meg a szolnoki Ippolit Matvejevics zenekar első és alig, hanem egyetlen nagy lemeze. Szovjet orosz szatirikus regény főhőse, ugyanakkor egy 1985-ben alakult szolnoki zenekar neve, Ipolit Matvejevics. Nyilván elfogult vagyok, de én nem nagyon tudnám semmihez sem hasonlítani. A rendszerváltás éveiben gombamód szaporodtak az akkori szóhasználat szerint alternatív zenekarok. Ezek a bandák jellemzően autodidaktabb, de nagyon elhivatott zenészekből álltak. Mondani való volt bőséggel, az újszerű hangzás és szövegvilágnak pedig lett is hallgatósága. Talán lenne ma is. abszolút értékelhető zeneileg, teljesen egyedi, tudnám megfogalmazni, de hülyén hangzik, hát magunkat dicsérem, de mindegy. Olyan, mintha ez egy, egy, képi, egy képi világot támogatna, ami, ugye példa is volt koncertünkben, tehát mi voltunk az egyetlen olyan zenekar, akinek a színház és a zene összefonódása jelentette a vezéstílusát, de önmagában is megél a zene. Tehát, hogyha elvonatkoztatok a képtől, hiszen úgy is írtuk, hogy nem tudtuk, hogy mi kerül majd el képileg. Ha ettől elvonatkoztatok, akkor teljesen tökéletesen megáll a saját lábára. A helyi sikersztori azonban nem tudta kifutni magát. Az Ipolit Matvejevicsnek komoly ütemkéséssel 30 év után jelent meg a nagylemeze, mint megkésett karácsonyi ajándék tavaly decemberben. Jelent ez bármit is? Az, a, a, azokon az emóciókon túl, amiknek nincsen gyökere és nem is tart sehová. Ez egy ilyen emóció. Nagyon klassz szakasza volt az életünknek. Elmúlt akkor jól éreztem magamat, azóta is éreztem már magamat jól. Az, hogy most van egy, egy bakerit lemez, egy fantasztikus tényleg az, de igazából nincsen jelentősége. Papp Béla a zenekar egykori szövegírójának menedzseri képességeit dicséri a korong, amely a szolnoki közelmúlt egy vékony rétegű, ugyanakkor nagyon is fontos lenyomata. Eképpen helytörténeti jelentőséggel bíró szellemi termék. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködésben a hétvégén immár 18. alkalommal szervezte meg az országos sas szinkront. A hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálásához a megye több pontján is csatlakoztak. A Jászberényi Sas központ sem maradhatott ki az akcióból. Ott egy pár Közel száz alkalommal hangzott el ez a rövid megjegyzés a járságban a 18. országos szinkron részvevőitől a hétvégén. A koronavírus járvány miatt ez alkalommal, eltérően a korábbi évektől, nyílt napot nem szerveztek a Jászberényi sasközpontban, központban, illetve magát a számlálást is kizárólag meghívott szakemberek bevonásával zárt körülön, a járványügyi szabályok betartásával rendezték meg. A szakmai bejárások tapasztalatairól kérdeztük a központ vezetőjét. 24 fő vett részt külön-külön, persze több csoportban, Ö, igazából a két fős csoportokban ezeken a ö, bejárásokon, kizárólag ugye szakmai bejárások voltak, és ö, több mint 851 ö, egyedét sikerült a ragadozó madaraknak megfigyelni. És ez csak a szombaton végzett a központ szakemberei által szervezett bejárások eredménye. A sas szinkron részvevői péntektől egészen vasárnap estig összesítették a kistérségben telelő ragadozó madarak számát. 57 útjel négyzetet mértünk föl, ezt úgy jellekülzen, hogy két és fél kilométerszer, két és fél kilométeres négyzetekre van osztva Magyarország, ebből 57-et sikerült felmérni. Ezen kívül természetesen voltak még felmérők közép mentén is a megyében, illetve a többi részen is, onnan még folyamatosan érkeznek az adatok. Legnagyobb számban egerészőjöveket, vörösvércséket, illetve a szakemberek nagy örömére harmadik helyen hasokat figyeltek meg a járság északi részén. A számlálás hétvégén összesen 97 egyedet. Érdekesség, hogy a hazánkban a mai napig ritka vörös kányát is többször megpillantatták a megfigyelők. Összességében több mint ezer ragadozó madarat figyeltek meg a térségben. Az országos a legfőbb célja, hogy folyamatosan nyomon követhessék az itt elelő ragadozók állományát. Nagyon fontos, hogy tisztában kerüljünk azzal, hogy milyen állományban vannak jelen, nem csak az itt költők, ugye mert az évközben is folyik ez a munka, tehát, de az nem ilyen, hogy szinkronosan az egész ország meg tud mozdulni, hanem ott a költőállomány felmérése van, illetve az ott kirepült fiataloknak a túléléseit is lehet látni, hogy minél több fiatal egyed van télen meg, figyelve annál jobb eséllyel éltek túl ugye a kirepülés utáni időszakban hát folyamatos állomány követése, úgy gondolom, hogy természetvédelmi szempontból, illetve egyéb ökológiai szempontokból is nagyon fontos, hogy ezekkel az adatokkal tisztában legyünk. A számlálás mellett továbbra is a sérült, legyengült madarak mentése tartozik a sasközpont központ munkatársainak legfontosabb feladatai közé. Azt remélik, hogy a járvány miatt életben lévő korlátozások után minél előbb szervezhetnek ismét közösségi eseményeket, hogy a szakemberek mellett újra a nagy közönség is megismerkedhessen a természetvédelmi munka hétköznapjaival és eredményeivel. A férfi a bajnokság hetedik fordulójából elhalasztott piros-fekete rangadót tegnap este pótolták. A szolnoki olajbányász a körmendet fogadta. A két csapat legutóbbi szolnoki találkozóján a körmendiek hagyták el győztesen a pályát, volt tehát miért visszavágnia az olajnak. Érdekesség, hogy mind a két kárda egyaránt három pontos vereséggel hangolt a meccsre, így tegnap jöhetett a javítás lehetősége. A találkozó elején az látszódott, hogy a házigazda vette fel hamarabb a meccs ritmusát, ők diktálták a tempót. Szubotics és Warner vezérletével már korán több pontos előnyben volt a szolnok. Jól védekezett a házigazda, ahol tudta, megfogta a körmendet. Közben pedig tovább nőtt a különbség. Az első negyed végére elérte a 10 pontot. 24-14-re vezetett Gászper Potocsnik együttese. A folytatásban 13 is volt közte, de ekkor kongatták meg a vészharangot a túloldalon. Elkezdték a felzárkózást, ekkor a házigazda hibázott többet, de annyit nem, hogy nagy esélyt kínáljon a vasiaknak, akik bár a negyedet megnyerték két ponttal, a nagy szünetben 8 pontos hátrányban voltak. A térfélcsere után pedig pár percig nehezen született kosár, de a jeget a szolnok törte meg. Ezúttal azonban nem tudta növelni a különbséget jelentősen. 51-44 után viszont igen, olyannyira, hogy a hajrában állva hagyta ellenfelét. 14-6-os rohanással 65-50-re alakította az állást a negyedik negyedben pedig gyakorlatilag gyorsan dűlőre is vitte a dolgot, hiszen 19 pontosra hízott az előny. Majd már az eddigieknél is felszabadultabban játszottak a fehérmezesek, gördülékeny támadások, szép akciók jellemezték a játékot. A körment pedig, bár fel nem adta, nem tudott mit kezdeni a hazaiakkal. Az olaj nem engedett ki a végére sem, sorra szerezte pontjait, el is jutott 94-ig, így 31 ponttal 94-63-ra legyőzte a körmendet. A mai meccsen elsősorban magunknak mutattuk meg, hogyan is kell játszanunk, százszázalékosan koncentráltunk a védekezésre, támadásban a labda úgy ment, ahogy annak mennie kell. Nem találok olyat a mai játékunkban, amit nem oldottunk meg jól. Most pihenünk és készülünk az előttünk álló nemzetközi tornára. Gratulálok a csapatomnak, a játékosaimnak! Az utolsó meccsünk után senki sem lehetett elégedett velünk, de ahogyan Mária is mondta, ma este az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk. Azért is fontosabb számunkra, azért is értékesebb ez a győzelem, mert nem egy átlagos csapat jött ma hozzánk. A Körmend szerintem a legjobb csapatok között van, és az egyik legmodernebb európai kosárlabdát játsza a magyar bajnokságban. Most mi egy kicsit pihenünk, frissülünk és készülünk az előttünk álló tornára. Közben pedig elkészült az olaj sorsolása a nemzetközi tornára, mely szerint január 26-án 12 órakor a BM Slam, 27-én 15 órakor a Net és 29-én 21 órakor a Sporting lesz a Tisza ellenfele. A csoport első két helyezettje és a harmadikok közül a legjobb négy jut be a 16 közé. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a Csütörtöki új néplapból. Közel tíz éve mind országosan, mind megyeszerte felülvizsgálták a közterületek nevét. A településeken bizottságok alakultak, hogy javaslatokat tegyenek a változtatásokra. Így lehetett Mező Imréből egyszerűen Mező, vagy Rózsa Ferencből Rózsa utca. Törvényben határozták meg a változtatást. A különböző történelmi személyiségek nevei már szinte természetesek, az egyéb elnevezéseknek viszont alkalmanként külön történetük van. Az új néplap csütörtöki száma jássági oldalán jelentkezik majd. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. A busz megálló áthelyezésével orvosolna a problémát az önkormányzat a Kertész utcában. Énséges új év kezdet, még mindig nincs konkrét nyitási forgatókönyv a helyeken. Jó helyre került a pénz, szerkesztőségünk nem csak a gyűjtésben, az adományozásban is segített a Rotary Klubot. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió szerdai hírműsorát látták. Beszámolóinkat visszanézhetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket pedig megoszthatják velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársa nevében köszönöm szépen a kitüntető figyelmet, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket 19 órakor itt a Szolnok Televízióban. További szép estét kívánok!